Jó hangulat, színes műsor várja idén is azokat, akik ellátogatnak a Székelybárra. Ez már a 7. alkalom, hogy a székely kultúrával ismerkedhetnek, közben jótékonykodhatnak a bálozók. Mint minden évben, most is közösségeket támogatnak a befolyt összegből a szervezők. Az egyik fellépőnk idén Mári falváról, ami amúgy a székelykapuknak a hazája. Onnét érkezik a népi hagyományőrző együttes, illetve a tánc együttes pontosabban. Egy 30 fős delegáció fog érkezni Mári falváról, és ők egy kicsi kis település, pár ezer fős település, és több száz kisgyermeknek is a környező falvakba is őrzik és adják át azt a székely magyar kultúrát, és az ő működésüket fogjuk ezáltal is segíteni. Kárpátalján 1920-ban alakult meg az első írott magyar nyelvű sajtó, amely még a háború viszontagságai között is megjelenik hetente. A Kárpáti Igaz Szó című heti lapot is támogatják majd, hogy az írott magyar szó megmaradjon Kárpátalján. Szombaton színes, autentikus programkínálattal várják a székelységet szeretőket. Idén is megszokhatták, hogy Berec István lesz a házigazda konferencié, aki ugye arany sarkantyú díjas táncos, a Fonónak az igazgatója, és ugye édesapja révén is ismerjük ízes beszédét és humorát. Ezen kívül a Kormoránban jól ismert Vadkert Imre fog énekelni, és az egyik kedvezményezettünk a Máréfalvi Rozetta néptánccsoport lesz majd az, aki a nagyon jó hangulatról gondoskodik. A Székelybál április 13-án szombaton 19 órakor kezdődik. Jegyeket korlátozott számban lehet vásárolni szerdáig a székelybál.hu honlapon keresztül.